Kedves nézőink, az elmúlt héten csütörtökön tartották a Városházán a járás esélyegyenlőségi projektjének záró rendezvényét. Kérem, tekintsék meg erről készülő összeállításunkat. Projektzáró rendezvénnyel fejeződött be az Ajkai járásban az esélyegyenlőségi pályázat, melynek keretében az esélyegyenlőségi kerekasztal tagjai elfogadták az esélyteremtő programtervet. A rendezvényen dr. Jáger László, Ajkaváros címzetes főjegyzője köszöntötte a résztvevőket. Ajkaváros önkormányzata és az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal nevében köszöntöm Önöket az Együtt az esélyegyenlőségért az Ajkai járásban című pályázat záró rendezvényén. A pályázatot Ajkaváros önkormányzata 2014 őszén nyújtotta be, melynek keretében 21 millió 800 forint összegű támogatást nyert. A program célja, hogy a járáshoz tartozó települések és a helyi szereplők együttműködve elősegítsék a mély szegénységben élő társadalmi felzárkóztatását. A pályázat megvalósítását az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal két szervezeti egysége, az Önkormányzati és Humánszolgáltató Iroda, valamint a Stratégiai és Fejlesztési Referáns és munkatársai végezték. A pályázati program megvalósításában érintett intézmények szakemberei, a civil szervezetek képviselői április óta fórumok és járási kerekasztalok keretében tárták fel azokat a problémákat, amelyek megoldása várnak települési és járási szinten egyaránt. A pályázat sikeres megvalósításában való közreműködésüket ezúton is szeretném megköszönni. Az elmúlt 7 hónap munkájának köszönhetően elkészült az Ajkai járás esélyteremtő programterve, amelyet a járás intézményeiből, szervezeteiből álló kerekasztalülés 2015. október 27-én el is fogadott. A pályázat megvalósítása kapcsán szoros kapcsolat alakult ki a járás önkormányzatai, civil szervezetei, szociális és egyéb intézményei között. Ezen együttműködések megléte alapot nyújthat a jövőben további közös projektek megvalósításához is. Én mindenképpen sikeresnek mondanám ezt az elmúlt 7 hónapot, hiszen a járásban levő szervezetek, intézmények munkatársaival egy nagyon szoros együttműködés alakult ki, ami alapját képezheti a jövőbeni pályázatoknak és a későbbi együttműködéseknek. Elkészült ez az esélyteremtő programterv, és ez, ahogy a nevében is benn van, ez a járás számára készült, tehát valamennyi akár önkormányzat a járásban, vagy éppen szociális intézmény ennek az esélyteremtő programtervnek a segítségével nyújthat be pályázatot, de természetesen ugye, ahogy ezen az árórendezvényen is elhangzott, a cél az lenne, hogy együttműködve komplexen kezeljünk problémákat járási szinten, úgyhogy cél elsősorban, hogy ezeket a helyi problémákat, amiket feltárt ez a járási esélyteremtő program, ezt komplexen kezeljük, komplexen oldjuk meg, és a már kialakult együttműködések tovább vitelével próbáljuk elérni céljainkat. A záró rendezvényen a résztvevők a pályázat ideje alatt lebonyolított eseményekről, programokról, az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról hallhattak az előadóktól, valamint aktuális járási problémákkal is foglalkoztak. Ugye a záró rendezvénynek a célja egyrészt az esélyteremtő programterv bemutatása, valamint magának a pályázati programnak a bemutatása volt, így az előadók választásánál ezt a célt tettük magunk elé. A jegyző úr, dr. Jáger László címzetes főjegyző volt az, aki ezt a mai rendezvényt megnyitotta, majd azt követően én, mint ennek a projektnek a szakmai vezetője, egy nagyon rövid áttekintést adtam az elmúlt 7 hónapból, és az azt megelőző pályázati előzményeket magába foglaló időszakról is. Az előadásomat követően Székely Nóra mutatta be az esélyteremtő programtervet. Székely Nóra a Cityplan mérnöki irodától jött, ők voltak azok, akik az esélyteremtő programterv elkészítésében részt vettek, és az ő munkájukat segítette a pályázatban létrejött kerekasztal és az együttműködő partnereink. Az esélyteremtő programterv bemutatását követően pedig előadást hallhattunk a területi együttműködések fontosságáról. Ezt az előadást Márton Zoltán úr tartotta, aki a TÜR Képző és Kutató Intézetnek az esélyegyenlőségi szakértője, majd pedig utolsóként Köri László, a HRCV Személyzeti Szolgáltató Kft. Régió vezetője tartott előadást a munkaerőpiaci problémákról és azoknak a megoldási lehetőségeiről.
Márton Zoltán, a Tűr István Képzőközpont munkatársa az országos helyzetkép bemutatását követően elmondta. Az ajkai járás 60 helyen javította a pozícióját. Elsősorban annak köszönhetően, hogy 2010-et követően a Devecser és környéki települések külön járási területi egységet alkotnak. És így néz ki összesítve ez a közép-dunántúli régióra, tehát a 2014-ben és 2015-ben készült komplex felmérés. Tehát a megyeszékhely járások emelkednek ki, mondtam, hogy itt ugye a tökéberuhárás miatt még van munkahely, ők eleve egy nem is járás, hanem agglomeráció. Tehát mit tudom én, Fehérváron 90 ezeren alszanak és 130 ezeren dolgoznak napközben. Tehát körülbelül ekkora tömeget van be nappalra egy ilyen járásközpont. Nagyon a kisugárzás a járásánál sokkal több településre érvényes a bejárás, meg bejárató állások szempontjából. Itt van ez az átlagalatti kategória, amiből ugye benne van még polgári, mert ez 14-es lenne, de 15 januárban is végtudja, de valóban Fehérvárba és Sárfogárba. És ugye itt van a határeset, az enyém, és látjuk, hogy a Dél-Fehérváron kívül a Nyugat-Veszprém megyei Devecseri járás az, amelyik Magyarország történt, ugye újkori történelmi először került be Dunántúli megyeként, vagy Közép-Dunántúli megyeként ebbe a leghátrányosabb kategóriába. Ugye 2007-ben még az egyik se volt benne, Kisbér volt ajánlott kategóriába Fehérváron. Most pedig már három járás került be zuhant ebbe a kategóriába. Így néz ki ez a 26 járás Közép-Dunántúli régióba, és ebből mondom az ajkai járás a megyében a Balatonhoz fölzárt, Veszprémhez Balatonhoz fölzárkódott állapotában van. Demográfiai, munkaerőpiaci szekényben romló trendekkel, bizonyos gócpontokkal küzd, de elvileg ez kezelhető. Úgy érzem, hogy a járási esetlen programterv maga ez az áropályázat arra akarja ösztönözni az embereket, hogy a problémák, amiket feltárt a JEP is, meg a HEPET is, komplex erőforrás hiányos állapot. A gyerekszegénység az nem arról van szó, hogy a gyereknek nincsen pénze. Eleve a gyerekszegénység a szülőszegénységből szól, nem a gyerekszegény, a szüleik szegények, és így a gyerekszegénységbe él. De ez nem arról van szó, hogy neki nincs pénze. Nincsen pénze, de eleve rossz lakhatási feltételek, rossz munkaerőpiaci pozícióval van, alacsony iskolai végzettség, tehát versenyképtelen humán erőforrással rendelkeznek. És igazából nem lehet, hogy kezelni, most itt van 1 millió forint, örüljé éjjéz. Vagy itt van egy lakáskulcs, lakjál jól. Ezek két héten mondja azt, hogy lakjál jól. Még mi most lakik egy lakáskulcstól egyébként. De azt is tudjuk, hogy ezt például Pápa kipróbálta a Rigó telepen, ott volt, csináltak 7 új lakást, átadták a kulcsokat, és most jobb lehetek, minden oké lesz. Hát, hogy 5-6 éven belül visszarendezték ugye az új lakásokat is ugyanarra szinte, mint a többi. Mert ez egy komplex erőforrás és állapot, ezt nem lehet egy csövön keresztül fölfújni, mint egy lufinak. Azon csak egy nyílás van. De itt 5-6 vagy 8 változóban van hiányállapot, tehát hogyha van 5 egységnyi lehetőségen fejleszteni, akkor ezt el kell szórni, hogy egyet a humán erőforrásra, egyet a lakhatásra, egyet a gyerek korai fejlesztésére, egyet a szüleinek a fejlesztésére, és egyet azoknak az embereknek a jövedelmére, akik velük foglalkoznak. Az esélyteremtő programterv elkészítését széleskörű települési és intézményi összefogás jellemezte. A résztvevők a projekt záró rendezvényén is jelen voltak. A záró rendezvényre a járás valamennyi önkormányzatát, szervezeteit, itt szociális intézményekről is beszélhetünk, oktatási intézményekről, az óvodáról, illetőleg civil szervezetek kaptak meghívást, de legfőképpen azok a partnerek, akik együttműködtek a pályázat lebonyolításában.